Diószezon ismét felfelé ívelhet a hazai diótermesztés, a szakemberek szerint az intenzív termesztés technológia megoldás. Sportcélű beruházás, 500 millió forintból sportkomplexumot újítanak fel és bővítenek Tiszalökön. Megújul a nyíregyházi víztorony, az idei év végéig új belsőt és új külsőt kap a magas tároló. Az idei év viszontagságos időjárása a dióültetvényekben is kárt tett. Az előző évhez képest Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében csaknem lefeleződött a termés. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Új művelési rendszerbe kezdhetnek a gazdák, melynek fontos eleme lesz a víztakarékos öntözés, a gépesítés és a célzott növényvédelem. Több száz diófa áll ezen a tarpai ültetvényen. Még nem kezdődött el a betakarítás, viszont már most látható, hogy a nagy meleg, a jég és aztán az eső hiánya a fákon és az idei termésen is nyomot hagyott. Február 10-e körül itt ebbe a 8 kilométeres áttérbe ezeket a fákat 3 méter magasan ellepte a víz. 13-án történt meg egy árvízi zsilipen keresztül egy vízkielengedés, amivel próbáltuk most a térségetnek az anyagnedőgödreit, erdőket, meg különböző csatornákat fertőteni. Először is volt egy nagy vízmennyiség, ami más, egyik oldalt rossz, a másik oldalt pedig én azt mondom, hogy jó, mert van ez a dióburok forró légy, aminek a tulajdonsága az, hogy a talajba tele lát. Na most ezzel a nagy vízmennyiséget ezek elpusztultak. Utána következett egy ég, ami megütötte az őrkopáncsba, és most azt mondható, hogy több mint másfél hónap után óriási szárazság, 35-38 fok meleg. A hazai dió kivitele héjas dió és diópél formájában is folyamatosan csökken. Guti Rudolf elmondta, a piacot az utóbbi időben több tényező is befolyásolta. 2023-ra, amikor szabadon beáramlott rengeteg dió Romániából, Románia, Moldávia és Ukrajnán keresztül. Ezek a diók a piacárakat nagyon lehúzták, olyan szinten, hogy a meglévő kereskedőink is, akikkel 20 éve vagyunk kapcsolatban, azok is inkább átálltak ebbe az irányba, hogy legyen egy köztes elfogadható minőség, és olcsó, mindenáron olcsó. Nem vették azt figyelembe, hogy milyen növényvédőszerekkel, meg mivel vannak ezek az áruk kezelve. Ezek kikerültek a piacra, bekerültek a fogyasztókhoz, de is ott nem mondjam a visszajelzéseket, szóval ha kért valamilyen áruhoz, akkor ez észrevette, hogy az igazából egy túlvegyszerezett dologról van szó, meg volt benne talán még 22-21-es áru is, ami be volt ragadva. Talán az is lehet, hogy emiatt volt ez az áru is ilyen olcsó, eladhatatlan volt. A másik olyan növényvédőszereket használnak, meg olyan kemikáliákat, ami őket nem korlátozza, nincsenek semmilyen határok közé beszorítva. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett dió szakmai napon az ágazat szereplői arra jutottak, hogy egy úgynevezett intenzív termesztés technológia az, amellyel növelni lehetne a termés átlagot. Hát az intenzív termesztés technológiát ott 250 darab per fa per hektárba jelölték meg, hagyták jóvá. Én azt mondom, hogy ezen a részen, ezen az átterületen ez nem működik. Egyrészt ide nem telepíthető kerítés. A másik az, hogy itt ebben az ültetvényben vagyunk, ez 11x11-es és 10x10-es télelásban van. Ez 23 éves. Most is nagyon nagy beavatkozásokat kell végezni, hogy a 17-18 méteres diófákat le tudjuk fújni. Egy külön permetezőt készítettünk erre a célra, és utólag kiderült, hogy ez a permetező is kevés volt a lóerő, egy 140-150 lóerős traktor kell, hogy ezt a 17-18 méteres fákat lefújjuk. Na most egy 140-150 lóerős traktort egy ültetvénybe bevinni, azért ahhoz kellene megfelelő méretek, hogy ne törj össze a gyümölcsöst, meg tudjon működni a dolog. A fejlesztések megvalósításában segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak a KAP stratégiai terve forrásai, melyre első körben szeptember 10-től pályázhatnak a gazdálkodók.
A régi sporttelep helyén új sportkomplexumot építenek Tiszalökön, a Honvéd úti futballpálya környezete jövőre teljes egészében megújul. Erre az Európai Uniótól 500 millió forintot nyertek pályázaton, jelentette be Gömzes Sándor polgármester, miután a kivitelezőnek átadták a területet. A beruházás célja, hogy korszerű feltételekkel támogassák a város sportolóit, valamint vonzó alternatívát nyújtsanak a lakosságnak a szabadidő egészséges eltöltésére. Most még ez a tábla és ez a látvány fogadja Tiszalökön a Honvéd úti sportpálya bejáratához érkezőket, de már nem sokáig, mivel a kivitelező hivatalosan is elkezdte a sportkomplexum felújítását, illetve bővítését. Ez Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere jelentette be a sportpályán tartó sajtótájékoztatón, ahol elmondta, nem csak a futballpálya gyepszőnyege újul meg, hanem annak teljes környezete is. Ez a úgynevezett top plusztos pályázati forrás, ami Európai Uniós pénz, zárójelben megjegyzem, a magyar kormány hazai forrásból előlegezte meg. 500 millió forintot nyertünk, amiben az előkészítés, a tervezés, az engedélyeztetés és minden más benne van, és nyilvánvaló maga a kivitelezés, mélyépítési, magasépítési része Tetszuzámen. És ez a terület most lett átadva a hétfői nappal emlékeim szerint a kivitelezőnek, aki már elkezdte a régi öltözőnek a bontását, és 6 hónapja van rá, hogy ezt befejezze. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, hogy milyen tél vár ránk, milyen akadályok jönnek, de elméletileg jövő tavasszal ez a komplexum kész lesz. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a választókörzetében Nyírtelek, Ibrány és Tiszavasvári mellett Tiszalök is jól pályázott az elmúlt években Európai Uniós forrásokra. A képviselő hangsúlyozta, a sportkomplexum kiépítése nem csak a sportolókat, hanem a lakosságot is szolgálni fogja. Talán a tiszalöki lakosok, polgárok is azt mondják, hogy ha van ilyen infrastruktúra, akkor kijövök futni, és teszek az egészségemért, ami lehet, hogy egy egyéni program, de való társadalmi szinten is megjelenik, mert nem lesz annyi ember beteg, és akkor a munkaerőpiacról nem hiányoznak, illetve a versenysport is profitálhat ebből, hiszen itt Tiszalökön, akár a labdarúgásra, kézilabdára gondolok, nagyon komoly hagyományai vannak a csapatjátékoknak. Cserés Csaba, a Tiszalöki Városi Sport Egyesület elnöke úgy fogalmazott, egyesületük fennállása óta az egyik legjobb szezonját zárta. Két szakosztály működik 10 éve, kézilabda és futball. A kézilabdában kizárólag női kézilabda és fiú foci. Mind a két szakosztályban 5 utánpótlás csapatunk van, akik bajnokságban versenyeznek, és van egy felnőtt megyei másodosztályú futballcsapatunk és annak egy U19-es ifi csapata. Így tevődik ez össze, és évek óta, ha nézzük az elért eredményeket, akkor bajnokok lettünk a utánpótlás fiú csapattal, U19-es csapattal, és második helyezést értünk el a felnőtt futballcsapattal. A lánykézink 8 éve indult el az utánpótlás kézi csapat, már most 4 csapattal plusz egy kicsi félig nevezzük csapatnak, még tímmel megyünk, és itt is a legeredményesebbek voltunk, ugyanis ebben az évben 2 korosztályban is megyei döntőn keresztül országos döntőbe jutottunk, plusz országos döntőbe kerültünk strandkézilabdában is. A tervek szerint jövő tavasszal már egy új, részben nyitott, részben fedett lelátó várja a közönséget a futballpálya mellett, amely körül egy futópályát is kialakítanak majd. A régi öltözőt lebontják, a helyére új, korszerű épület kerül. Ezek mellett streetball és korcsolyapálya, okospadok, szalonnasütőhely, 2 faszerkezetű filagória, valamint a gyerekek számára készülő mászótorony is várja majd a szabad levegőre vágyókat. Kábítószer árust fogtak el Tiszavasváriban. A 26 éves T.A. megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt időszakban vevőkörének rendszeresen árusított bódító hatású anyagot. A rendőrök a férfi autójában 10,8 g kábítószer gyanús anyagot találtak, amit lefoglaltak. Az elkövetőt előállították a rendőrkapitányságra, és kábítószer kereskedelem büntet miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Utoljára 2002-ben volt nagyobb felújítás Nyíregyháza ikonikus épületében, a 800 köbméteres vasbeton szerkezetű magas tárolóban. Most több mint 300 millió forintos összegből újul meg a Szarvas utca Kígyó utca találkozásánál álló víztorony. A 43 méter 15 cm magas épület két belső vízterének teljes felújítása mellett a magas tároló medence záró födém szerkezete, a belső felületek, korlátok, pihenőterek, nyillászárók is megújulnak, de új járdát, kerítést és díszkivilágítást is kap a víztorony. A forrást a vízközmű fejlesztési és ellentételezési alap biztosítja. Így épült 1964-65-ben a nyíregyházi vasbeton szerkezetű magas tároló. Ezen az 1973-as képen már teljes pompájában látszik az egy évvel korábban üzembe helyezett víztorony. Ma már így néz ki, az elmúlt 60 évben eddig két nagyobb felújításon esett át, kettől újra elkezdik felállványozni az épületet. A víztoronynak elsősorban kiegyenlítő szerepe van a víziközmű rendszeren, a térségben 14 települést lát el egészséges ivóvízzel, mintegy 140 ezer embernek biztosítja a mindennapi szükségletét. Ez az elem, ez folyamatosan karbantartott volt, tehát jelen pillanatban is tökéletesen teljesíti a dolgát, tehát a biztonság nincsen veszélyben. Viszont elérkezett az idő, amikor a hosszabb távra gondolva, nem javításokkal, karbantartásokkal, hanem egy jelentős lépést biztosító felújítással szeretnénk ezt a jövőben működtetni. A felújítás kívülbelül meg fog újulni a víztorony, a belső víztereket, mind a két vízteret felújítjuk, megújul a külső rész, a héjazat, kijavítjuk, illetve kijavítatjuk, a nyertes vállalkozó fogja elkészíteni a felületkezeléseket, nyílezáró cseréje lesz, a járófelület cseréje lesz, parkosítunk, kerítést megújítjuk, tehát gyakorlatilag egy nagyon szép víziközművet fogunk visszakapni, és a természetesen a színezést sem fogjuk elhagyni. Olyannyira, hogy a 43 méter magas, 20 ágú csillag alakú köpeny csontszínű festést kap, amelyet díszkivilágítással is ellátnak majd a város egy-egy jeles napja alkalmából, de a belső rekonstrukciónak köszönhetően egy kisebb kiállító teret is kialakítanak benne. Mindezt 338 millió forintos, a vízközmű fejlesztési és ellentételezési alapforrásaiból biztosítják. 2023. decemberében következett be olyan lehetőség, hogy a Nyírségvíz ZRT egyrészt ázsius tőkeemlést kapott a Nyíregyháza megyőváros önkormányzatától, 2,5 milliárd forint összegben, ez stabilizálta a cég működését, és ugyanebben a hónapban, tehát 2023. december 13-án pontosan két energiaügyi miniszteri rendelet jelent meg, az egyikben a nem lakossági felhasználók díját országos szinten egységesítette a rendelet, tehát ettől eltérni nem lehet. Cégünknél összesen éves szinten 5,5 milliárd forintos többlet díjbevételt jelent. És van a másik rendelet, ahol pedig kötelezettséget rottak a víziközműszolgáltatókra, többek között ránk is, hogy 2024-ben 5 milliárd összegű pótlás, felújítás, fenntartási feladatokat kell elvégezni. Ez a kötelezettség nagyon kedves számunkra, hiszen mi is ezt terveztük nagyon régóta, mivel források most már rendelkezésre állnak, és emellett még van egy víziközmű fenntartási és fejlesztési alap, amiben még támogatást is kapunk a működésre, illetve további fenntartási feladatok elvégzésére. Tehát 2024-ben egyrészt egy 5,5 milliárdos bevétel, ami rendelkezésünkre áll, másrészt pedig negyed évente 611 millió forintos ellentételezési támogatás, ami éves szinten 2,4 milliárd forintot jelent. A hétfői sajtónyilvános rendezvényen aláírták a közbeszerzésen nyertes kivitelező céggel a szerződést, ezzel el is kezdődött a munka. Az építőipari vállalatnak az idei év december végéig kell elkészülnie a rekonstrukcióval. A sajtóeseményen a vezérigazgató hozzátette, a lakosság a felújítás zajain kívül más kellemetlenséget nem fog érzékelni, a vízellátás zavartalan marad.
Interaktív ifjúsági előadást mutatott be a Móricz Zsigmond Színház. A Jeruzsálem című darabot Madák Zsuzsanna rendezte először 2016-ban Debrecenben, most pedig Nyíregyházán mutatták be. Az előadás célja, hogy a drámában kibontakozó konfliktusok miértjén elgondolkozzanak a fiatalok, ezért a darabot iskolákba utaztatják majd elsősorban 6. és 7. osztályos diákoknak. A zsidók temploma. Ezért is nevezik ezt a hegyet templomhegynek, és pont Jeruzsálem közepén fekszik. Majd a templomot lerombolták. Többször. Utoljára a rómaiak. A rómaiak idővel felvették a kereszténitet. Így Jeruzsálem később keresztény várossá vált. Jeruzsálem soha nem vált keresztény várossá. Jeruzsálem kiemelten fontos lett a keresztények. Hiszen Jézust itt ítélték el. A zsidók. A zsidók követelésére a rómaiak. Jézust itt feszítették keresztre. A zsidók. A zsidók követelésére a rómaiak. És Jézus itt támad fel. Na, ehhez a zsidóknak semmi köze. A lerombolt zsidó templom helyére keresztény bazilikát építettek. Mindössze néhány létra, piros székszalag és madzag látható a Bárány Frigyes stúdióban díszletként. Első ránézésre létrák, de a Jeruzsálem című előadás során templommá, városfallá és ágyúvá is válnak. A mindössze 3 szereplős történet a 3. keresztes hadjárat idején játszódik, 1192-ben Jeruzsálemben. Jeruzsálem éppen muszlim fennhatóság alatt áll, és a keresztesek ostromolják a várost. És nem bírják bevenni, és Szaladin kivégeztet minden fogságba esett keresztes lovagot, kivéve egy fiúnak megkegyelmez, nem tudjuk, hogy miért. És tulajdonképpen az ő nézőpontján keresztül megyünk végig azon a folyamaton, hogy hogyan szembesül egy fiatal azzal, hogy hogyan használják fel a vallást hatalmi célok mentén. És tulajdonképpen az ő útját kísérjük végig, ahogy ő szembesül azzal, hogy amit eddig tanítottak neki a világról, az nem feltétlenül úgy van. A Jeruzsálem szó jelentése a békeváros. De Jeruzsálem ez ide soha nem volt béke. Miután a főhős megérti, hogy a gyűlöletkeltés miért van a világban, megkérdőjelez mindent, amit addig tanítottak neki. Madák Zsuzsanna 2010-től aktív rendező a magyarországi színházakban, és gyakran nyúl érzékeny témákhoz. A Jeruzsálemet először 2016-ban a Csokonai Színházban mutatta be, most pedig a Móricz Zsigmond Színház művészeivel is megalkotta. Mint mondta, a történelmileg komoly téma napjainkban is aktuális. A tesztjátékok során is kiderült, hogy a fiatalok nagyon tudnak menni ezzel a térben, időben eltávolított történettel, és tulajdonképpen ez a téma, hogy hogyan használnak fel különböző ideológiákat hatalmi célok mentén, ez hát folyamatosan jelen van a világban, vagy a világunkban, ennél fogva a gyerekek a fiatalok világában is, és tulajdonképpen ezek a témák tükröződnek az előadásban, tehát ők ezzel találkoznak a hétköznapokban. Hogy pontosan mikor és melyik iskola diákjai láthatják majd az előadást, egyelőre szervezés alatt áll. Legyőzte a Debrecent a Nyíregyháza Spartakusz az NB1 hetedik fordulójában a Spari hazai pályán, 3-2-re verte a DVSC-t. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest-Ferencváros 1-3, Zalaegerszeg-Kecskemét 2-1, Újpest DVTK 0-0, Puskás Akadémia Fehérvár FC 3-0 és Eto FC Győr Paks 2-1. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 15 ponttal, megelőzve a szintén 15 pontos, egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 7 ponttal 10. Nyíregyháza szombaton a 11. Kecskeméthez látogat. Majoros Bencével is ütögethettek azok a fiatalok, akik ellátogattak a nyírbátori ASE asztali teniszt népszerűsítő rendezvényére. Az Egyesület felnőtt csapata az MB2 északkeleti csoportjában szerepel, a fő hangsúly pedig továbbra is az utánpótlás nevelésen van Nyírbátorban. Délutánonként általában teltházban Nyírbátorban, a Győrfi Tibor edzésközpontban vannak azonban olyan alkalmak, amikor szűknek bizonyul a terem.
Az utánpótlás nevelést továbbra is első számú célként kezelő egyesület szervezett egy programot az aszlai tenisz népszerűsítésére, amelyre annyian jelentkeztek, hogy csak két turnusban tudták fogadni az érdeklődő fiatalokat. Nem gondoltam, hogy ennyi gyerek érdeklődik az asztali tenisz iránt, de nagy örömömre szolgál, hogy kellemesen csalódtam, és azt láttam, hogy amikor meghirdettük ezt a programot, akkor több mint 170 gyerek jelentkezett erre, úgyhogy két turnusba kell megcsinálni, mert egyszerre nem fér be ennyi gyerek a mieinkkel együtt a terembe, és így tudunk egy olyan szintű rendezvényt neki prezentálni, ami kellőképpen lehetőséget arra, hogy megszeressék ezt a sportágat. Külön vonzerőt jelentett, hogy a gyerekek ütögethettek Majoros Bencével is, aki nyírbátori nevelésű játékosként jutott el a tokiói olimpiai szereplésig. Az első számú magyar férfi asztali teniszező 5 éve a francia Chatri csapatát erősíti, igaz, az év első felében nem nagyon tudott ütőt venni a kezébe. A német hullámvölgyekkel teli fél év van mögöttem, hiszen volt egy gerincsérvem a tavalyi év végén, aminek azért több hónap volt a felépülési ideje, de hála Istennek most már rendben vagyok, és tényleg egy picit sem érzem a sérülésem helyén. Ugye nem tudtam több versenyen sem elindulni a sérülésem miatt. Júniusban volt 2 darab verseny, ahol el tudtam indulni, ami nemzetközi volt. Azok egész jól sikerültek, viszont így az olimpiai szereplésem az így nem volt lehetséges. Igen, az eléggé fájdalmas volt azért ezt így feldolgozni, de ez a sportolói életnek a része. Még egyszer mondom, a legfontosabb az, hogy most már felépültem, és tudok edzeni, és készülök a következő szezonra. A város polgármestere szerint fontos, hogy a helyi gyerekek megismerjék azokat a sportágokat, amelyek közül választhatnak nyírbátorban. Nagyon fontos a város számára már hosszú évek óta, hogy minél több gyerek sportoljon, rendszeresen mozogjon. Nem feltétlenül mindenkiből lesz bajnok, de a célunk az, hogy megszerettessük, megismertessük a különböző városban működő sportegyesületeket, sportágakat, és ez nagyon jó kezdeményezés az asztali tenisz részéről, hogy a gyerekeket az iskolából behozza ide, ki lehet próbálni. Bízom benne, hogy ezt majd más sportegyesületek is fogják követni. A program végén minden gyerek kapott emlékbe egy pingponglabdát. Közülük sokan megígérték, hogy visszatérnek majd a terembe. Talán közülük kerül majd ki a jövő Majoros Bencéje vagy Tölgyes Dorottyája. A nyírbátori Jase felnőtt csapata a 2024-25-ös szezonban az MB2 északkeleti csoportjában szerepel. 3 gólos vereséget szenvedett Mezőkövesden a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az MB2 hetedik fordulójában kapott ki 4-1-re. A további eredmények a következők: BVSC Zugló Szeged 0-0, Csákvár Budapest Honvéd 3-1, Soroksár Vasas 3-2, Ajka Budafok 2-2, Kozár Mislány Tatabánya 3-2 és Gyirmót Békés Csaba 1-0. A tabella élén a 14 pontos Szentlőrinc áll, a 9 ponttal 9. Kisvárda, vasárnap a 4. Csákvárt fogadja. Szeptember 23-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig kedden este is várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden a legtöbb napsütés az északkeleti-keleti ország részben várható, arra felé inkább csak késő délután este jelenhettek meg a csapadékgócok. A déli-délkeleti szél többfelé megélénkül, az alföldön helyenként meg is erősödik. Emellett az ivatarokat is kísérhetik erős viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 26 fok között alakul.